Jó napot kívánok! A Demokratikus Koalíció sajtóközleményét látják. Nemet mondott a Demokratikus Koalíció arra, hogy Veres Pál miskolci polgármester 100 milliókkal támogassa a fideszes képviselőhöz köthető alapítványt. Újabb súlyos vagyonveszteség érte a Miskolcot. Miután a város víziközmű cégét már novemberben önként átadta az Orbán kormánynak Veres Pál, most egy iskola épületeit kútja vetélte el. A polgármester akaratából az önkormányzat összesen 640 millió forintot érő miskolci ingatlanokat ad teljesen ingyen egy olyan alapítvány tulajdonába, amely több szálon is Csöbör Katalinhoz, a Fidesz miskolci országgyűlési képviselőjéhez köthető. Az alapítvány az elmúlt években 500 milliónyi közpénzből gazdálkodhatott, tehát nem szorult rá a város nagylelkű ajándékára. A Demokratikus Koalíció önkormányzati képviselői nemet mondtak arra, hogy a miskolciakat meglopják, nemet mondtak arra, hogy a miskolci vagyont fideszes kezekbe adják. Ezért nem szavazták meg az ingatlan átadásról szóló előterjesztést. A Demokratikus Koalíció felszólítja Veres Pál polgármestert, hogy fejezze be a Fidesszel való együttműködést, az Orbán kormány kiszolgálását és a miskolciak vagyonának kiárusítását. Veres Pált az ellenzéki pártok, az ellenzéki szavazók támogatásával választották polgármesterré. Ezért nincs joga ahhoz, hogy a Fidesz kezére adja Miskolc vagyonát. Ezért követeljük a döntés visszavonását. Az elmúlt 13 évben az Orbán kormány sorra vette el Miskolc önkormányzatától az iskolákat, a kórházakat. Rengeteg pénztől fosztották meg a várost a miskolciak által befizetett adók elvonásával, az államkasszába befizetett szolidaritás adóval. Most a maradék önkormányzati vagyont is le akarják nyúlni, hogy a fideszes milliárdosoknak játsszák át azokat. Veres Pál polgármester mindezt tétlenül nézte az utóbbi években, sőt, most már nyíltan asszisztál is ehhez. Tétlenül nézte Miskolc lassú kivéreztetését, az útfelújítások elmaradását, a felesleges, pénzfalu építkezéseket és a Fidesz térnyerését. Közben pedig beült a Miskolci Egyetem Fidesz közeli alapítványának kuratóriumába, vaskos fizetés zsebretéve a kényelmes semmittevésért. A Demokratikus Koalíció felszólítja Veres Pál polgármestert, hogy fejezze be a Fidesszel való együttműködést, az Orbán kormány kiszolgálását és a miskolciak vagyonának kiárusítását. Veres Pált az ellenzéki szavazók, az ellenzéki pártok támogatásával választották polgármesterré, ezért nincs joga ahhoz, hogy a Fidesz kezére adja Miskolc vagyonát. Elég volt a miskolci önkormányzat ingatlanjainak kiárusításából. Ezért követeljük a döntés visszavonását.